Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az ő kívánsága? Mit vár el tőled? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt ez a három kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt láthatóak a kelyhek, ezek utalnak az ő érzelmeire, a vágyaira, az álmaira, az elképzeléseire. Ha hisz ebben, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hisz ebben, akkor ez a kártya azt mutatja, ez csalódásokhoz vezethet. Itt a hetes szám a kártyán utal a hold energiájára. Az jelenti az vágyait, az elképzeléseit, az álmait. Ezen dolgozik, de ez a kártya jelenti a munkahelyét is, sok a munkája. De senki nem figyel oda rá. Holott a háttérben látható, hogy itt kiépül valami, de nem kapja meg az elismerést. A következő kártyán ez a kart a döntésekre utal. Lehet, hogy ő munkahelyet akar változtatni, mert úgy érzi, hogy sok a munkája, kihasználják őt, nem kap elismerést. Amire ez a kártya még utal, a levegő eleme, az jelenti a kommunikációt is, de ő most a munkájával van elfoglalva, és arra vár, hogy te jelentkezz nála, te keresd a kapcsolatot, a beszélgetéseket. Itt ezek a kártyák utalnak arra, hogy mi az elvárása veled szemben. Itt van egy meglepetés vagy egy ajándék, és a hajó jelenti az utazást. Lehet, hogy ő ezt tervezi, hogy legyen egy közös nyaralás. De azt is jelentheti, hogy vár arra, hogy te lepd meg őt, és a hajó jelenti ezeket a reményeket, vagy egy belső utat, amikor úgy érzi, hogy ti lelkileg összetartoztok. Van köztetek egy karmikus kapcsolat. Ezt megerősíti itt a kereszt, hiszen ez is azt jelenti, amikor a sors utak kereszteződnek. Ez a kereszt jelenti a hitet is, és a változásokat. Amikor egy új irány van, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt is döntésekről van szó, ugyanúgy, mint itt ennél a kartnál. Valami fáj neki, hiszen ez a fájdalmas kép megjelenik itt a gondolataiban. Itt vannak régi fájdalmas emlékek, azt is jelentheti a kép, hogy ő nem kap elismerést jelenleg, mert ez a park jelentené a nyilvánosságot, az elismeréseket, hogy mások odafigyelnek rád, de itt van alatta ez a kártya, ahol az egerek láthatóak. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, tehát eltávolítják ezeket a megbecsüléseket, a nyilvánosságot, holott ő áll itt a középpontban, és ez a kívánsága, ez a vágya, hogy odafigyelj rá, legalább tőled kapja meg ezt az elismerést. Az egerek szerencsére tudnak segíteni, hiszen az egerek el tudják ezt a kártyát is távolítani, ami jelent olyan dolgokat, ami fájdalmas. Ezek lehetnek fájdalmas emlékek. Az ő elvárása, hogy te úton legyél hozzá, keresd a kapcsolatot, írj neki, ugyanúgy, ahogy itt a képen látható ez a papírtekercs, és itt a szívről, tehát szerelemről van szó. Ez az út lehet egy közös életút is, amikor itt a kereszteződésnél döntéseket hoztuk, és lesz egy új irány.
Itt a remény egy lelki utazás, vagy egy közös nyaralás tervezése. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!